A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, ma a Magyar Örökségdíjról fogunk beszélgetni, amelyet végül is az Aranycsapat Alapítvány, illetve az Aranycsapat Alapítvány elnöke Kül Lajos átvehetett. Mielőtt azonban erről esne szó, egy kicsit azért menjünk vissza az időben, hiszen az Aranycsapat Alapítvány kezdeményezésére 2022. októberében egy nagyszerű emlékművet alattak Székesfehérváron, Melokkó Miklós, Kossuth Díjas szobrászművész alkotását. Kül Lajos elnök az egykori olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnoki szereplő, válogatott labdarúgó fontosnak tartott az alapítvány elnökeként, hogy az 1952-es olimpia 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzérmén a megismételhetetlen magyar szereplés méltó emlékművet kapjon. És hát ebből jött jó néhány, hiszen mi is beszámoltunk róla, olyan ünnepség, ahol én azt hiszem, hogy itt volt mindenki, aki ezt tiszteli máig, és hát erről majd fogunk beszélni, hogy ki mindenki látogatta meg időközben az ünnepségeken ezt az emlékművet. És utána jött ugye a Magyar Örökségdíjon, tehát erről is röviden hadd mondjak, létrehozzák a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát. A díj gondozását a Magyar Örökség és Európa Egyesület vállalta magára, és mi sem tűnt természetesebbnek, hogy az Aranycsapat Alapítvány megpályázza ezt a címet, és hogy el is nyeri, hiszen ez az emlékmű, és általában amit tettek a Helsinki olimpia megismeréséért, illetve az Aranycsapat egykori nagyszerű szerepléséért, illetve annak megismeréséért, így ebben a felgyorsult világban pótolhatatlan és egy fantasztikus közösségi teljesítmény. Vendégem pedig természetesen Kül Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke. Szép jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. No, hát Magyar Örökségdíj. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Ezt először hadd mutassam meg, aztán utána beszélünk. Természetesen, mesterségünk címere kérem. Úgyhogy megmutatom, csak felolvasom. A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát létrehozzák. A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szellem szándékában megerősített bizottság 2024. június 22-én a Rádai Ház dísztermében kinyilvánítja, hogy az arra méltó 1952-es Helsinki olimpiai csapat kiemelkedő teljesítménye Magyar Örökség, amiről ezen oklevél bizonyságot tesz, és ezt az elismerést vehette át a magyar, az Aranycsapat Alapítvány Kül Lajosék. Itt látunk egy fantasztikus jelvény. Aranyjelvény. Erről is beszélünk. Az pedig az enyém, tehát 10 évvel ezelőtt. Az ünnepélyes átadására a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében került az volna 10 évvel ezelőtt. Ez előbbi, azt én kaptam az összmagyar nemzeti diákbajnokság létrehozásáért. És az összmagyar nemzeti diákbajnokság. Létrehozásáért, igen. No, Hámori professzor. Végül is, és itt van még egy levél, aztán tényleg folytatjuk a történettel, amelyet Kül Lajos olimpiai ezüstérmes labdarúgónak címzett Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Tisztelt Kül Lajos úr, a Magyar Olimpiai Bizottság nevében ezúttal megküldjük az Aranycsapat Alapítvány számára az 1952-es Helsinki olimpia kiemelkedő teljesítményért kiérdemelt Magyar Örökségdíjat. Tehát köszönjük szépen. Happy end, kérem. No. Ezt szerettük volna, ezért tettünk meg mindent. Akkor kezdjük az elején. Honnét jött a gondolat? Ezt egy kicsit idézzük vissza, hiszen itt mérhetetlen mennyiségű munka fekszik e mögött. Hát már kis rác voltam, de érdekelte a világ. De tehát érdekes módon, ugye 48-ban születtem. És akkor, hát amire visszaemlékszem, az Aranycsapat. Tehát 54-re emlékszem. Hát tudom, hogy hol voltam, hol hallgattam a rádiót Szepesi, hol ordítottak, kérem, hogy Puskás, gól! De nem adja meg a játékvezető. Ez volt a
ez lett volna a kiegyenlítés. Tehát 3-2 vezetek a nyugatnémetek, akik a döntőbe, 1954-es labdarúgó világbajnokság döntőjébe már vezettünk 2-0. Korábban, 8 nappal korábban, 9 nappal korábban, 8-3-ra megsemmisítő vereséget mértünk rá. 10 ember. Mi vagy a Puskás öcsi, kérem, le lett rúgva. Igen. Magyar csapat legjobb játékos, a világ legjobb focistája, le lett rúgva, kérem, az 57. percben. Van, és onnantól kezdve, kérem, 10 ember játszottuk a 11 ellen. Így van, Librik volt a tettes. Úgy van, úgy van. És kérem, szándékosan csinált ezt, és akkor és nem is állította ki el a jó ember. Tehát ez volt az alap. Ez volt az alap. Tehát az, hogy ugye, onnantól kezdve hát, képbe voltam. Érdekelt minden. Érdekelt minden, minden sport. És akkor hát hallottuk, ugye, jó, 52-ről annyit, hogy 16 aranyére, mindig hallottuk. Aztán múltak az évek, jöttek az olimpiák egymás után, és kialakult az az elképzelésem, vagy az a tudat, hogy hát ez fantasztikus volt, szinte utolérhetetlen, utána csak kevesebb voltak. Annak előtte se értünk, a közelébe se, annak utána se. Most már a Jóisten tudja, hány olimpián nem túl vagyunk, és meg nem közelítették ezt, hogy 1952-ben, és érdekességet, tehát a történelmi háttér a történetnek az, hogy talán a 20. század legsötétebb éve volt 52-ben, még Sztálinnal, tehát egy őrült, és Rákosi Mátyással, Révaival, meg a Jóisten tudja, Gerővel, meg ezekkel, Farkas Mihállyal. Hát ez egy rémuralom volt. És akkor, kérem, hát ez szinte hihetetlen volt. Akkor az, amit írt Nemes Pürki professzor, kérem, hogy börtönvilág volt itt Magyarország. És innen kimentve, kérem, az egész világot elkápráztatták. Harmadikok lettünk a két szuperhatalom mögött, ugye az Amerikai Egyesült Államok volt az első, utána a dicső Szovjetunió idézőjelben, akik, kérem, ugye először indultak akkor. És harmadik Magyarország, egy kis 10 milliós ország, összebombázva, lebombázva a háború által, sanyargatva, börtönökbe kergetve, Malinki robottól, jó Isten tudja, milyen robotig, nem? Igen. És kérem, ennek ellenére 16 aranyérmet szereztük. Pontosabban 17 volt, mert utólag beismerték, hogy Elek Ilonának is az a tusa, az érvényes volt, és ugye 17 volt. De maradjunk csak a 16. Igen. Mi kellett ahhoz, hogy ez az emlékmű létrejöjjön? Hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy Melokkó Miklós egy ilyen értelemben nehéz ember, aki csak olyan feladatokat vállal a saját művészi elképzelésein túl, amelyek ezt kiérdemesen. Hozzám éltó. Ami hozzám éltó. Hát kis hazánk legcsodálatosabb szobrászművésze. Nagyon jó viszonyban voltam vele már előtte is, és akkor Miklós, mi a véleményed? Egyszer csak odaállítottam, elmentem hozzá. Miklós, mi a véleményed? Mi a véleményem arról a teljesítményről, amit 52-ben ezek a szupersztárok, világsztárok, kérem, ott produkáltak Helsinki-ben. Hát az, hogy Lajos, ez csodálatos volt. Zárójelbe jegyzem meg, kedves barátom, Melokkó Miklósnak az édesapját legyilkolták. Tehát meggyilkolták, kérlek szépen. Halálra ítélték, kivégezték. Pontosan abban az évben, azt hiszem. Tehát időközben megépült az emlékmű, erről egyébként fogunk képeket látni, igen, hiszen számtalan ünnepség volt, amit felvettünk, és egy rövid összeállításokat majd mutatunk. És én arra figyeltem fel, hogy egyre bővül azoknak az embereknek, azoknak a kivételes embereknek a tárháza, akik elfogadják a meghívásodat, és csatlakoznak ehhez a misszióhoz, hiszen ez egy misszió, ne felejtjük. Pontosan, én misszionálisnak érzem magam. Pontosan, kitűnő, hogy kérlek szépen kifejezted ezt a történetet, világos, ez egy misszió volt. Ezeknek az embereknek, hát hogy mondjam, meg kell találni a helyüket. Hát most, ami teljesítményt akkor letettek, tehát a 16 aranyérmet, fantasztikus jó érzés kimondani is. Tehát 16 aranyérmet, 10 ezüst, 16 bronz. Hát ilyen, tehát meg se tudtuk közelíteni. És tehát nyüzsögtek a világsztárok ebbe. Jellemző, ezt alátámasztásként mondani, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székháza, székhelye Svájcban van, Lozánban. És ott ki vannak téve minden idők legnagyobb olimpiai világsztárjai. Magyarországot 4 ember képvisel. És micsoda véletlen, majd mondom. Az a 4 ember Puskás Ferenc, az aranycsapat akkor lett olimpiai bajnok, Pap László, 3-szoros olimpiai, igen, bajnok, Gerevics Aladár és Takács Károly. Gerevics Aladár 6-szor. De Takács Károly viszont
érdekessége, hogy a fölrobbant jobbkéz helyett balkézzel is kérem olimpiai bajnok. Hát ez ilyen a mesébe sincs. És tehát Hollywoodban nem tudják überelni. Hát Takács Károlyról még csak annyit, hogy a nézőknek is, hogy 1936-ban már a berlini olimpián ott volt, aztán 48-ban Londonban és 52-ben Helsinki-ben a másik kezével. És két olimpiát, már 48-ban is olimpiai bajnok volt, és 52-ben is. Kérem, és azt mondta, hogy jó, fölrobbant a kezem, hát akkor majd bal kézzel. Hogy mennyi, milyen akaraterővel bírhatott ez az ember? Mennyit kellett ezt gyakorolni? Mielőtt hazajönnénk ide az olimpiai parkba, azért essék szó arról, hogy ezt Helsinki-ben is szerettétek volna felállítani. Először Helsinki-ben. Egy évet elveszítettünk, hogy én úgy gondoltam, hogy létezik ilyen az a finugor család, és a finn-magyar barátság. Hát Isten adta nép között lehetséges, hogy van, de a kormány szinten ez nem úgy nyílt. Ígérgettek, mindenféle fajta dolg, hitegettek. Először az olimpiai természetes, az olimpiai stadion mellett szerettem volna. Hát azt mondja, hogy hát nem lehetséges, hát akkor elkezdeni jönni itt minden náció, kérem, ide, oda, amoda, különböző emlékműveket itt feláll, ez nem megy. Viszont javasoltak nekünk egy tényleg egy használható dolgot, jeles módon kérem, úgy hívták ezt a helyet, hogy Paavo Park. Tehát az olimpiai stadion, Paavo Nurmi volt az egyik legnagyobb sport, minden idők legnagyobb sportolója volt, maradjunk annyiba kérem, futó volt, 5000-es, 10000-es, maratoni futó, fantasztikus, több olimpiánk, sok-sok aranyér, 10 felett, az aranyérmei szám 10 felett vannak. Minden idők legidősebb atlétája volt, és finn sportolója, és mellette volt egy róla elnevezett gyönyörűséges tér, liget. És akkor, hogy ott? Már megcsináltuk a látványképet, Miklóssal kérlek szépen, hogy itt lesz, fantasztikus. Utolsó pillanatban azt mondták, hát nem, és úgy döntött a finn olimpiai bizottság egyetértésbe a jóisten tudja, az önkormányzat, tehát Helsinki önkormányzat, hogy nem lehetséges. Na most akkor utána még ajánlottak végig egy dolgot, egy vad dolgot, a stadion megépült stadion alatt ott a bemelegítő termekbe. Hát mondjuk, gyerekek, akkor mondtam, uraim, köszönjük szépen, annak ebből nincs, nem kérünk. Annak nincs méltósága. Nincs, az méltatlan. Ma már nem bánjuk azt sem, hogy Budapest sem adott otthon. Csodál, hát kérem. Na most vicce, utána, amit mondtál, igen, így volt, sajnos. Ez még nem lett volna ekkor a probléma Helsinki. Tehát ott szerettem volna egy nemzeti zarándokhelyet kreálni. Mint a mohamedánok, ahogy mennek, a jóistent, hogy egyszer Mekkába kérem, akkor itt is azért megtették volna a magyarok, hogy mindenki az életében egyszer hát Helsinkibe elzarándokol, és akkor fejet volt, és egy szál világot letesz, és akkor tényleg emlékeztes. No, hát Helsinki. Ugye Helsinkinél tartottunk, de én azt gondolom, hogy volt egy másik elképzelés, hogy utána, Budapesten legyen. Természetesen. Tehát Helsinkiben nem lett volna akkor nagy tragédia, hogy a nemzeti emléke, nem nemzeti emléke, zarándokhely kérem, nem jött össze. Budapesten volt óriási csalódás. Minek utána Budapesten próbálkoztunk, a világ legtermészetesebb módján, Székes fővárosunkba kérem, és ki is választottuk a helyet, kérem, a parlament és a Fehérház között, van egy kis olimpiai park, és kérem, Miklóssal már ott megszemléltük a telepet, és ő ki is választotta a vélemény szerint legalkalmasabb helyet, lefeküdtől a fényképezt, hogy itt lesz. Hát, ugye mondani sem kell. Sajnos a helyzet az volt, hogy itt sem kaptunk engedélyt. Ez már fájó volt. Csak utána még oda jött hozzám, kérem, milyen barátom, kérem, a rezsi mesterünket, Németh Szilárd, kérem, Csepeli önkormányzatot vezette, akkor polgármester volt, Lajos, van egy jó ötletem, gyere akkor ki, hagyjad ezeket a karigeriéket a fenébe, gyere ki Csebenre, ott van, kérem, egy pontosabban, van egy elképzelésünk, hogy a stadion körül szeretnénk egy szabadidő központ, egy sportközpont, ifjúsági központot létesíteni, és akkor ez csodálatos dolog lenne, hogyha tényleg el is ott díszelegne. Na, kimentünk oda, hát, hagyjam, lehangolott, 2 méteres gaz, meg mit tudom ilyen, mondjuk, köszönöm szépen, hát itt most szeretnénk, tényleg, hát tisztelünk, 2002-ben 70 éves lesz a történet, hát arra nem lesz lehetséges ez. És akkor abban maradtunk, kérem, hogy akkor Székesfehérvár. Most Székesfehérvárt ágon terjesz, szeretett Székesfehérvár. Órja, Isten áldás volt. Hát 2022-ben 800 éves volt a városban, kérem, igen. Aranybulla. 972-ben, kérem, Géza fejedelem alapította, kérem, 1050 éves évforduló. Hát ilyen a mesébe sincs. És most akkor András mondja, ebbe a hogy mondjam, keretbe csináljuk ezt is meg, is akkor még
a föld, tehát a magyar világ legcsodálatosabb, legkiemelkedőbb olimpiai csapata kérem, itt fog díszelni még a világ. Falkovics itt András, igen. Azt mondta, először történt. Azt mondta az András, rendkívül szimpatikus volt csak, azt mondta, hogy Lajos, nem akar konfrontálódni a budapesti polgármesterek. András, megkapták a lehetőséget, nem éltek vele. Egyszerűen visszautasították a történelmi fővárosunkba, kerestem megoldást, és akkor légyen kedves segítsé. És akkor nagyon rendes volt, utána kérdezett hozzáállt, és akkor tényleg megcsináltam. Köszönet és hálás. És elkészült. És most itt az ideje, hogy beszéljünk mindazokról, akik segítettek. Na, fantasztikus. Hiszen Melokó Miklós itt volt a megnyitón. Hát először a mindenható Isten. Először egy lépést nem teszünk anélkül. Mindenható Isten súgott, tehát hogy menj, csináld. És mondom, figyelj, egyetlen pillanatig nem volt kérdés a számomra, hogy ez ebből sikertörténet lesz. Mindenható Isten bízott meg erre, mondom, mi nem lehetünk másodikért. És akikért küzdünk, hát ők már a 90%-a sajnos visszadta a lelkét a Teremtőnek, a Puskásról is hallottak. Egy pár ember van, tehát ugye hála Istennek még van egy olimpiai, pontosabban két olimpiai bajnokunk. Azt hiszem, kérlek szépen, a Benedek Gábor Németországban lakik, a Gyenge Valika pedig Torontóban, Kanadában, kérem. Sőt, még a keleti Ágnes még itt a keleti Ágnes, keleti is Ágnes itt van. És csatlakozott Tolcsvai Béla, aki Tolcsvai azóta Bélus is itt van. Időkezdetétől, Melokó Miklós időkezdetétől aranycsapat alapítva. Kornél, ha csak itt a néveket, és természetesen... Melokó Miklós fantasztikus volt, Tolcsvai Béla csodálatos, jött mindenhol, megyünk ezerrel kérlek szépen, és akkor és az idők során azért itt voltak olimpiai világ és Európa bajnokok, mint Csókai András, kérlek, Bodnár András, a vízilabdázó, Rejtő Ildikó, a kiváló torívónk. Aztán a Eperjes Karcsi. Igen, a Maracskó Tibi, Kássás, tehát öttusázók, vízilabdázók. És hát azért ne feledjük, hogy olyan illusztris vendégek is, mint Márfi Gyula érsek, akkor a nyugalmazott érsek volt, vagy Kozma Imre atya is veletek hát volt. Spány Antal, kérem, mi csodálatos püspökünk is. Püspök atya. Ő szentelte fel, kérem. Illetve hát ne feledjük Szamócát, aki ugye székesfehérvári gyökerekkel rendelkezik. Pontosan. Képzeld, hogy a Szamóca mondotta volt, kérem, Lajos, kérsz tőlem véleményt, tehát, hogy véleményezem ezt a történetet, ott, azt a történetet 1952-ből. Ha ezt nekem véleményezni kell írásba, akkor itt ebben az országban valami probléma, óriási nagy probléma van, ha ez nem természetes. Ennek természetesnek kell lenni, hogy ez akkora nagy tett volt, hogy a leges legmagasabb polcon van a helye. Hát majd egyetértünk, de kedves Szamóca, itt írásbeliség van, légyen kedves egy pár sort, és akkor leírt egy pár sort, és akkor kérem, elindultunk. Tehát fantasztikus, kérem. És akkor hogy azt mondták, hogy véleményformáló embereknek a szavazata alapján, kérem, hogy akkor természetszerűen megkapják. Aztán becsaptak bennünket a magyar örökségdíjnál egy kicsit, hogy ekkor lesz, meg akkor lesz, mindegy. Nem úgy lett. És akkor amikor megszületett a döntés, hogy mikor lesz, akkor egész véletlenül másnak adták át a díjat, de ezt felejtsük most el. Minden kialakult, kérem, visszakapta az a társaság, visszakaptuk ezt a csodálatos magyar örökségdíjat. Hát azok, akik tulajdonképpen 4 éven keresztül dolgozták. Személy szerint 4 éven keresztül csináltam ezt éjjel-nappal, és azt mondták, akik látták, de szinte hihetetlen. Aztán van további szándék, illetve törekvés. Megyünk tovább. Én azt gondolom, hogy egyik oldalról szeretnétek, hogy ez tanítható legyen az általános iskolákban, illetve az iskolákban általában, illetve hogy a legjobb sportolóink az olimpia előtt az olimpiai esküt itt tegyék le. Az első dolog már megtörtént. Hogy állami szinten is olyan szintre emelkedjen, ami idegenforgalmi látványossággá emeli, és zarándok helyi. Tehát kérem, úgy lesz hirdetve most, úgy lesz hirdetve a déli bejárón, Székesfehérváron, az északi bejárón, a nyugati és a keleti bejárónál tábla fogja hirdetni, hogy a magyar örökség díjas 1952-es Helsinki olimpia világhírű magyar hősei várják önt. Tehát ide lesznek persze, az a probléma is volt, azt szegezték azt a kritikát mi irányunkba, hogy nem találtak ide. Hát azt mondja, hogy védjél, George, azt mondja, hát itt egy gyermekem, mert itt voltam két órán keresztül jobbra-balra, hogy kerültünk itt mindenfele, nem találtuk meg helyet.
legutolja Kásár Zoli. Hát Lajos, azt hitték, ma háztömköli, Jóisten tűnjével autóversenyben vagyok, 80 kört csináltam, és még mindig nem találtam meg. A Maracskó Fehérvár, ő se talált ide. Hát igen, az nyilvánvaló, hogy ezt tisztába kell tenni. Na most már ezt megcsináltuk. Útba kell igazítani megcsináltuk. Mindenképpen. Ez most abban a pillanatban azt mondták, már dolgoznak is rajta. Már dolgoznak. Tehát már az olimpia alatt meg lehet ez. Óriási dolog. Jó. Amit említettél, kitűnő, világos, azt akarjuk, követeljük, nem? Tehát azt követeljük, hogy legyen ezeknek a fantasztikus híróknak, héroszoknak, hősöknek, kérem, az életútjuk tananyag. És Vitályos Eszter megígérte, hogy szeptembertől lesz. Kérdés csak az, azt mondta, hogy osztályfőnöki órára legyen kihegyezve, vagy pedig történelem. Ez egy részletkérdés, de az lesz. És a másik, tehát, hogy még valami, tehát, hogy itt legyen mindig, mindenkor az olimpiai eskü is, ugye az egész társaság nem jöhet ide, de minden sportágból egy-egy ember, egy-néhány ember, és akkor hajtson egy fejet, és merítsen erőt Puskásnak a akaratejével, Paplacinak, Gerebi családát. De kár, fantasztikus, utolérhetetlenek, amilyen szót használtál. Így van. Fantasztikus. Hát ezek a gyerekek hihetetlen motivációt kapnak. Hát volt a nagy tíme, a fantasztikus ugye, olimpiai bajnok Vivon. Utána kézzel foghatóan, tehát tudnivaló azt, hogy a Jóisten tudja, mennyit népszerűsödött a történet, a gyerekek szakmányában jelentkeztek és vívni akarnak. És az egyébként, hogy azért esztendőről esztendőre nem csak az olimpia idején, hanem egyéb ünnepségeken is itt lehetnek. Én azt hiszem, hogy az megerősítést jelent mindenki. Igen, jobb mondod. Tehát itt mindenféle fajta sportág kérlek szépen képviselői lerúgatja a kedvet. Például, ha atléták kitűnően szerepelnek, hát itt van lehet nagyobb példakép, kérem, 60 méteres bűvös határt ő dobta át először, egy világrekord, egy Csermák Jóska, aki Nemes Gulácson Tapolca mellett, kérem, hogy hívákokat tologatott, ilyen nem is tudom, ilyen csilléket, kőbányában csilléket, csilletologató volt. Onnan el lehet érni a csomórumára, tehát a Mount Everestre. Onnan egy glott gatyába tologatott, 1000 fokba kérem, és kérem, utána egy világ tapsolt neki. Világrekordra lett győztes. Ha kérem, a vívók akarják ünnepelni valami nagy tettüket, ott van Gerebi Csallá, kérem. Nem lehet nála nagyobb? Nem lehet nála nagy. Akkor ott van a más is, a vízipólósok akarnak valami ünnepség. Kérem, ott a vízipóló csapat. Kárpáti Gyurika, Gyarmati Dezső. Ilyen példaképek kellene. Igen. Szuper motiváló. És ebben. Ez talán segíti a mentális egészséget is. Arról nem beszélve. Az a minimum ez. Tehát, hogy mozogjál, 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 éptes. Már kitalálták okosabb emberek is. Éptes, beép lélek. No. Huberten Báró. Lajoskám, hát én mi más? És hála a magasságos Úristennek áll már. Áll a gyönyörű emlékmű, és óriási híre van. Tehát mindenütt már kérem, komolyan mondom, kérem, tehát jó híre van. Nos, hát én végezetül gratulálok az elismeréshez mindenkinek, Isten áldásul. Nagyon sok segítőd van, akik sokat tesznek ezért, és én bízom benne, hogy természetesen mi ott leszünk a Fehérvár Média Centrum képviseletében az ünnepségeken, és hát bízom benne, hogy a fiatalok pedig szintén majd kilátogatnak, ha látogatható lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Na én erre azt tudom mondani, kérlek szépen, hogy mindenható Istennek köszönök mindent, megköszönöm tényleg ezt a fantasztikus kitartást. Meg ezer akadály volt. De nem az akadályok azért vannak, hogy azokat legyőzzük, hála Istennek. Azt mondom, hogy hát tényleg sikerült ez a történet, hogy hát átolsz, nem volt egyszerű dolog, de sikeredett, és akkor tényleg hát elmondhatom azt, hogy mindenki a maga helyén megteszi a kötelességét, akkor fantasztikus, összeadódnak a dolgok, és akkor csodálatos lehet a történet. És ha ez lesz, akkor hát a magyar név megint szép lesz. Történjék így, köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kül Lajos volt, az Aranycsapat Alapítvány elnöke. A témánk pedig nyilvánvaló, hogy az olimpiai park, illetve az a fantasztikus emlékmű, ami a Helsinki olimpia emlékét kíséri, illetve hát most már magyar örökség díjjal erősítetett meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Köszönöm. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.